Hetedik fejezet. San Luis, 1857. július. A lázálom 12 napig vesztegelt San Luisban. Ezt az időt a legénység minden tagja kemény munkával töltötte, kivéve Joshua Yorkot és furcsa barátait. Ébner más pirkadott kormár talpon volt, és 10 órától késő estig forgott az élet sűrűjében. Szállítmányozókkal és szállodaigazgatókkal tárgyalt, az egekig dicsérte a hajóját, igyekezett megbízásokat szerezni. Nagy paksamét a szórólapot nyomtattatott a láz és vidéke fuvartársaság részére. Most már, hogy nem csak egy ócska tehergőzöse volt, igazán megengedhette magának, és felfogadott néhány fiút, hogy ragasszák ki őket a városban mindenfelé. A legjobb éttermekben evett, ivott, újra meg újra elmesélve, hogyan előzte meg a lázálom a délvidékit. Nem bízta a véletlenre, hogy a szóbeszéd lábra kapjon. Még hirdetéseket is megjelentetett 3 helyi lapban. A mesterkormányosok, akiket Ébnőrmás a folyó alsó ágára alkalmazott, rögtön beállítottak, amint a lázálom kikötött San Luisba, és felvették a fizetésüket arra az időre, míg tétlenül várták, hogy a hajó megérkezzen. A kormányosok nem dolgoztak olcsón, különösen az olyanok nem, mint ez a kettő, de más tőlük nem sajnálta a pénzt, a legjobbakat akarta megszerezni a gőzösére. Miután készhez kapták a bérüket, a két férfi töretlenül folytatta a semmittevést. A kormányosoknak mindig teljes fizetés járt, de egy szalmaszálat sem tettek keresztbe érte, még a hajó ki nem futott. A navigáláson kívül bármi más csinálni méltóságukon alul illett volna. Mindkét kormányos, akit más a fedélzetre csábított, a maga egyéni stílusában lopta a napot. Dan Albright, egy tartózkodó modorú, szófukar, jóképű férfiú, felsétált a lázálomra, megtekintette a hajót, szemügyre vette a gépházat meg a kormányos házat, elégedetten bólogatott, és azonnal beköltözött a kabinjába. Napjait olvasással töltötte a gőzös, jól felszerelt könyvtárában, és játszott néhány sakkjátszmát Jeffers-el, aki természetesen minden alkalommal megverte. Carl Flaram ellenben általában a vízparti biliárdtermekben időzött, Ferném vigyorgott széles karimájú puha kalapja alatt, és azzal kérkedett, hogy ő meg az új hajója hogyan fog mindenki mást lesöpörni a folyóról. Fram nagy hazudozó hírében állt, szeretett például azzal tréfálkozni, hogy 3 feleséget tart egyszerre, egyet San Luisban, egy másikat New Orleansban, és egy harmadikat Natchez Under the Hillben. Ébner másnak nem nagyon maradt ideje, hogy felügyelje, kormányosai mivel töltik idejüket. Túl elfoglalt volt, ügyes-bajos dolgaival. Joshua Yorkot sem látta sűrűn, bár tudta, hogy York gyakran indult hosszú éjszakai sétákra a városban, többnyire a hallgatag Simon társaságában, aki maradék szabad idejében azt tanulta, hogyan kell italokat keverni, mivel Joshua közölte mással, hogy éjszakai pultosként akarja alkalmazni a New Orleans-i úton. Más szabályos időközönként találkozott partnerével a vacsoránál, melyet Joshua York általában a szalomban fogyasztott el a tisztekkel együtt, majd visszavonult saját kabinjába vagy a könyvtárba kiolvasni az újságokat, melyeket minden nap nagy kötegben hoztak neki az áthaladó gőzösök. Egy alkalommal York bejelentette, hogy a városba látogat egy hangversenyre. Ébner másod és a tiszteket is hívta, hogy tartsanak vele, de más kimentette magát, így végül York Jonathan Jeffers-el hódolt a műélvezetnek. Költemények meg színház, morogta más Sörmok Mike Dunnak, mikor ezek ketten elvallagtak a város felé. Nem győz hüledezni az ember, mit kellett ennek az istenverte folyónak megérnie. Később Jeffers sakleckéket kezdett adni Orknak. Félelmetes esze van neki, Ébner, mondta a piperköz fedélzetmester másnak néhány nap múlva a 8. San Luisban töltött reggelükön. Kinek? Hát Joshuának természetesen. 2 napja tanítottam meg a lépéseket. Tegnap este összefutottam vele a szalomban. Murphy egyik klasszikus partiát játszotta újra. Valamelyik lap nyomtatta ki, amit New Yorkból járat. Furcsa ember. Mennyire ismeri? Más arca elborult. Nem akarta felkelteni a legénység érdeklődését Joshua iránt. Ez része volt az egyességüknek. Joshua nem szeret sokat beszélni magáról, én pedig nem kérdezem. Véleményem szerint a múltja csak rá tartozik, senki másra. Önnek is ehhez kellene tartania magát, Mr. Jeffers, és ez parancs. A fedélzetmester összevonta vékony, sötét szemöldökét.
Ahogy parancsolja, kapitány, felelte, de a halvány, hűvös mosoly, mely közben kiült az arcára, nem nyugtatta meg Ébner másod. Nem Jeffers volt az egyetlen, aki kérdezősködött. Sir Mike is megkereste másod azzal, hogy a rakodók meg a fűtők a nyelvükre vették Yorkot és barátait, és kívánja-e más, hogy tegyen ellene valamit. Miket pletykálnak róla? Sir Mike sokat mondóan vonogatta a vállát. Hát, hogy csak éjszaka jön ki a kabinjából, meg azok a fura barátai is. Ismeri Tomot, aki a bal középső kazánt fűti? Ő mesélt egy történetet, hogy azt mondja, azon az éjszakán, amikor elhagytuk Louisville-t, és annyi temérdek szúnyog volt, hát azt mondja, látta az öreg Simont lent a főfedélzeten, csak úgy nézelődni, és egyszer csak egy szúnyog szállt a kezére, ő meg a másik kezében rásózott, kilapította, és tudja, hogy megszíják magukat néha, hogyha lecsapja őket az ember, csak úgy fröccsen a vér. Hát Tom azt mondja, ez történt avval a szúnyoggal is, csak éppen Tom szerint ez a Simon csak bámulta jó sokáig a véres kezét, és aztán megesküszik, hogy fogta és tisztára nyalta. Ébnőr más bosszúsan ráncolta a homlokát. Mondja meg annak a nyavajás Tomnak, hogy ha csak nem akar egy másik gőzös bal középső kazánjánál lapátolni, meg ne halljam még egyszer, hogy ilyen baromságokat terjeszt. Sir Mike bólintott, átvette olmos botját a másik kezébe, és már indult is volna, de más megállította. Nem, mordult föl. Várjon, mondja meg neki, nem akarom hallani, hogy ilyen történeteket mesél, de ha lát valami furcsát, jöjjön oda hozzám, vagy magához. Mondja meg neki, hogy kap tőlünk egy fél dollárost. Annyiért hazudni fog. Akkor felejts el a fél dollárost, de mondja meg neki a többit. Minél többet gondolkodott Ébner Tom történetén, annál jobban zavarta valami. Ezért is örült, amikor Joshua York úgy döntött, hogy megteszi Simon pultosnak, így legalább szem előtt lesz, oda tud rá figyelni. Mas sose állhatta a sírásokat, és Simon még mindig hátborzongatóan rájuk emlékeztette, hanem éppen az elhantolandókra. Csak az aggasztotta kissé, nehogy akkor is lenyalogassa a szúnyogokat, amikor a szalonban italt szolgál fel a vendégeknek. Az ilyesmi ilyen gyorsan tönkreteheti egy hajó hírnevét. Mas nem sokat tépelődött a dolgon, hamarosan elfelejtette az egészet, és újult erővel vetette magát a munkába. De az út előestéjén újabb incidens zavarta meg. Néhány az utazással kapcsolatos részletet meg akart beszélni Joshua Yorkkal, így hát benézett hozzá. York az íróasztalánál ült, elefántcsont markolatú tőrével a kezében, és éppen egy cikket vágott ki az egyik újságból. Röviden megtárgyalták az aktuális ügyeket, és Marsh már éppen távozni készült, mikor észrevette, hogy a demokrat aznapi száma is York asztalán hever. Ma kellett megjelennie benne az egyik hirdetésünknek, mondta, és az újságért nyúlt. Végzett már vele, Joshua? York egy legyintéssel jelezte, hogy nem kell már neki. Elviheti, ha akarja, mondta. Ébner más a hóna alá csapta, és a szalomba ment, ahol Simon kevert neki egy italt. Az újságot lapozgatva bosszúsan konstatálta, hogy sehol sem találja a hirdetésüket. Ez persze nem feltétlenül azt jelentette, hogy mulasztás történt. York éppen a hajózási hírek túloldaláról vágott ki egy cikket, így a hasáb közepén méretes lyuk tátongott. Mas felhajtotta az italát, és a fedélzetmester irodája felé vette az útját. Megvan magának a demokrat mai száma? Kérdezte Jefferstől. Attól tartok, az az ügye fogyott Blair kihagyta a hirdetésemet. Amott vanni, felelt Jeffers, de nem hagyta ki, a hajózási híreknél keresse. És ott is volt egy csomó más hirdetés kellős közepén. Láz és vidéke folyami fuvartársaság, a leggyorsabb, legjobb és legtapasztaltabb legénységgel bíró luxusgőzös, a lázálom csütörtökön indul New Orleansba, útba ejtve minden jelentősebb, közbelső kikötőt és felszálló helyet. Garantáltan leggyorsabb áru és utasszállítás ügyében érdeklődni lehet a fedélzeten, vagy a Pine Street végén nyitott irodánkban. Ébner más, igazgató. Más elolvasta a hirdetést, bólintott és lapozott egyet, hogy lássa, mit vágott ki Joshua York. A cikk láthatólag átvétel volt egy közeli városkában kiadott újságból. Valami öreg fatelepvezetőt holtan találtak a folyóparti kunyhójában, New Madridtól nem sokkal északra. Egy tűzifát vételező gőzös első tisztje bukkant rá, aki benyitott hozzá, miután senki sem felelt a kopogtatására. Egyesek úgy vélték, indiánok műve volt, mások szerint inkább farkasoké, mert a testet csúnyán szétmarcangolták,
és részben fel is falták. Körülbelül ennyi állt a rövid hírben. Valami baj van, más kapitány? Kérdezte Jeffers. Olyan furcsa arcot vág. Más összehajtotta Jeffers demokratját, és a hóna alá csapta York példánya mellé. Nem semmi, csak az az átkozott szedő elírt néhány szót. Jeffers elmosolyodott. Biztos benne, kapitány. Úgy tudom, a helyesírás nem tartozik a maga erősségei közé. Maga csak ne viccelődjön az én rovásomra, megértette? Különben még a folyóba találom hajítani, Mr. Jeffers, felelte Marsh. Magammal viszem az újságát, ha nem bánja. Vigye csak, felelt Jeffers, már kiolvastam. A bárban Marsh újra átfutotta a fatelep vezetőről szóló híradást. Miért vágott ki Joshua York egy cikket, valami félnótás szerencsétlenről, akit megettek a farkasok? Nem talált magyarázatot, de sehogy se tetszett neki a dolog. Mikor felnézett, Simon figyelő tekintetét látta magán a bár fölött függő nagy tükörben. Más gyorsan újra összehajtotta a demokrátot, és zsebre gyűrte. Egy kis pohár viszkit kérek, mondta. Egy hajtásra itta meg az egészet, és hatalmasat sóhajtott, ahogy a forróság szétáradta melkasában. Kissé kitisztult a feje az italtól. Lett volna rá módja, hogy többet tudjon meg az ügyről, ugyanakkor úgy érezte, nem tartozik rá, hogy Joshua York milyen újságcikkeket olvasgat. Ezen kívül szavát adta, hogy nem fog York dolgai után szimatolni, és Abner más komolyan vette a szavát. Elhatározásra jutott, letette a poharát a pultra, és távozott. Lecsattogott a széles, ívelt lépcsőn a főfedélzetre, és mindkét újságot bedobta az egyik feketén tátongó kazánba. A fedélzeti matrózok furcsán néztek rá, de más mindjárt jobban érezte magát. Az ember ne hagyja, hogy gyanú árnyékolja be a partnerével való kapcsolatát, különösen, ha ez a partner olyan bőkezű és finom modorú, mint Joshua York. Ti meg mit bámultok? Förmette matrózokra. Nincs mit csinálnotok. Mindjárt szólok szörmókmáknak, hogy keressen nektek valami elfoglaltságot. Az emberek tüstént serény munkálkodásba fogtak. Ébnőr más felment a szalomba, és kért még egy italt. Másnap reggel más átballagott a Pine Street-i irodájába, és a délelőtt javarészét ottani ügyeinek intézésével töltötte. A Planters House-ban ebédelt, régi barátokkal és vetélytársakkal, és igazán remekül érezte magát. Egekig magasztalta a gőzösét, cserébe meg kellett hallgatnia Farrell és O'Brien himnuszait a maguk hajójáról, ami nem is volt akkora baj. Csak mosolygott, és annyit mondott. Hát, fiú, lehet, hogy összefutunk a folyón, az lenne csak a muri. Senki sem hánytorgatta fel régi bal szerencséjét. Három férfi is odajött az asztalához, és megkérdezte, hogy nincs-e szüksége kormányosra az alsó Mississippire. Csodás pár óra volt. Visszafelé az úton a hajóhoz, más véletlenül egy szabóműhely mellett haladt el. Megállt és szórakozottan babrált a szakállával, miközben a frissen fogant ötleten tűnődött. Majd vigyorogva belépett az üzletbe, és rendelt magának egy vadonatúj kapitányi zubbonyt. Fehéret, dupla ezüst gomsorral, pont olyat, mint Joshuáé. Előlegnek átadott $2, és megállapodott a szabóval, hogy akkor veszi át a kész ruhadarabot, ha a lázáló visszatér San Luisba. Roppant elégedetten távozott. A rakparton nagy összevisszaság uralkodott, egy szövetszállítmány késve érkezett meg, és a rakodók verítékezve szaladgáltak, hogy idejében a fedélzetre kerüljön. Midi már befűtött a kazánokba, a gőznyomás megfelelő volt a kifutáshoz. Magas gőzcsóvák emelkedtek a túlnyomásos szelepekből, a kémények csipkésszélű torkából sötét füst gomolygott. A lázállomtól balra dokkoló gőzös éppen kifelé tolatott a kikötőből, égtelen kürtölés és kiabálás közepette, jobb oldalt egy nagy oldalkerekes pedig javában bonyolította a kirakodást a mólóként szolgáló öreg, elaggott gőzösre, melyet végleges érvénnyel lehorgonyoztak. A folyópart mentén mindkét irányban hajók sorakoztak, ameddig a szem ellátott. Több hajó, mint amennyit más meg tudott volna számolni. 9 dokkal fölöttük a John Simons luxusgőzös utasokat vett fel 3 fedélzetére. Valamivel lejjebb az oldalkerekes sarki fény ringott a horgonyán, a kerékdobokra festett szivárvány mintákkal. Vadonatúj gőzös volt a felső Mississippi, az Északnyugati Társaság állítása szerint a leggyorsabb hajó, mely valaha azokat a vizeket kavarta. Egyelodébb a szürke sas pihent, amelyen a sarki fénynek meg kell majd küzdenie, ha igazolni akarja a körülötte csapott hírverést.
Ott volt még az északi, a masszív, erőteljes St. Joe, a haj meg Vernon 2 és a Natchez. Mars mindegyiket sorra szemügyre vette, tanulmányozta a bonyolult rácsozatokat a kéménypárok között, a finom művű ácsmunkát és az élénk színeket, a sistergő, sivítva, magasba lövelő gőzt és a roppant lapát kerekeket. Majd a saját hajójára nézett, a hófehér és kék ezüst lázálomra. Újbá tűnt neki, az ő hajóján a többinél magasabbra emelkedik a gőz, kürtje tisztábban, édesebben szól, fényezése makulátlanabb, kerekei impozánsabbak. Talán 3-4 kivételével magasabb volt az összes többinél, és hosszabb valamennyiüknél. Mindet megverjük, mormolta halkan, azzal visszabaktatott szíve hölgyéhez.